School. Ipari hűtés és párásítás. A műsor támogatója a Zöldtea Biotin. A műsor és a zöld energia támogatja a MVH Bank. A műsor támogatója a Bauhaus. Ipari hűtés és párásítás. A Zöldtea támogatja a Daikin. Sziasztok! Már biztosan ti is tudjátok, hogy megjelent az új 2022-es téli magazinunk, most pedig ebből fogom elkészíteni az egyik kedvenc receptemet, ami nem más, mint a csokis gőzgombóc, úgyhogy kezdjük is el! Először a tejbe belemorzsoljuk az élesztőt, majd rakunk bele 2 evőkanál cukrot. Jöhet az üsbe a 2 liszt, 1 csipet só, kefir, tojás, illetve az élesztős tej. Kicsit összekeverjük, majd utána hozzáöntjük az olvasztatóját és szépen bedagasztjuk a tésztát. Most, hogy bedagasztottuk a tésztát, annyi ezzel a dolgunk, hogy letakarjuk és meleg szélmentes helyen 1 órát keresztjük, viszont amíg kell a tészta, addig meg tudjuk csinálni egyrészt a csokis tölteléket, másrészt pedig a vaníliasodót. A csoki töltelék az annyiból áll, hogy itt van nekünk 2 csoki pasztilla, tudtok használni sima étcsokit is, amit kisebb darabokra vágtok, forró tejszínnel leöntjük, és amikor felolvad, akkor homogénre keverjük, és be is megy a hűtőbe. A sodóhoz először 6 darab tojás sárgáját fogunk kikeverni cukorral, a vaníliarúdnak a kikapart magjaival, illetve keményítővel. Mit váltál? Kisebb gyors forralóban összemelegítjük a tejet, illetve a tejszínt, fel fogjuk melegíteni, hozzámegy ez a tojásos keverékhez, és aztán az egészet felrakjuk vízgőz fölé, és szépen besűrítjük. Most, hogy megkelt a tésztánk, jöhet is a formázás. Ehhez kicsit átgyúrjuk a tésztát, 8 részre osztjuk, kis gombócokat csinálunk belőle, aztán ezeket picit elegyengetjük, rakunk a közepére csoki tölteléket, szépen lezárjuk a végeit, újra gombócokat készítünk belőle, és rárakjuk egy sütőpapíros tepsire. A gombócok gőzöléséhez egy magasabb falu edénybe vizet rakunk, erre rárakunk egy szűrőt, majd erre jön egy több helyen átlyukasztott sütőpapír, és ebbe rakjuk bele a gombócot, lefedjük egy fedővel, és nagyjából 12 percig gőzöljük gyöngyöző víz felett. A gőzgombócok tetejére fahéjas borsót. A gőzgombócok bele. Jó, mindegy, akkor azt mondom, hogy jó, annyi, a gőzgombócok tetejét ugye fahéjas borcukorra szórjuk meg, az fahéjat és borcukorra. Szerintem el is készült a gombóc, és jöhet is a tálalás. A tányérba fogunk rakni egy nagy adag sodót, arra rámegy a gőzgombóc, megszórjuk fahéjas porcukorral, és már ehetjük is. El is készült a gőzgombócunk, és hogyha tetszett a recept, akkor érdemes megvásárolni a téli magazint, ugyanis ezen kívül még számtalan szuper recept található benne, illetve amiért még pluszban érdemes megvásárolni, hogy van hozzá egy melléklet, amiben Magyarország legjobb cukrászdái gyűjtöttök össze nektek. Ha otthon ti is elkészítitek majd a gőzgombócot, akkor mindenképpen küldjetek kommenteket, meg képeket róla, hogy hogy sikerült, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, és kövessetek minket TikTokon, Instagramon és Facebookon is. Nagyon jó sütögetést és gőzgombóc főzést nektek, sziasztok! iCool. Ipari hűtés és párásítás. A Zöldtea támogatja a Daikin. Képesztő termékek, tisztetett hirdetésé. Hello! Itt az elképesztő termékek. Mit vagy? A pulóveres házigazda vagyok, aki nyilvánvaló dolgokat kérdez. De aki az elképesztő sütisütő termékeket bemutatja nekünk, egy igazi vigyorkandúr, nem más, mint én! Hello! Nagyság! Halihó! Annyira izgulok! Imádnak sütit sütni, de utálják az ezzel járó kemény munkát? Igen! Felejtsenek el mindent, amit a sütésről tudtak! És köszöntség! Az elképesztő süteminátot! Annyira izgulok! Micsoda? Süteminátor! Nos, ez az elképesztő szerkezet azonnal süteményt csinál bármiből, ami a konyhában található. Egy pillanat, azt mondod, bármiből? 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 Elkaplak.
és balesetnek fog látszani. Bármiből. Lássuk csak, vegyük be a tetőt, és tegyük be mondjuk egy doboz tojást. Aztán egy csomag hot dogot. És még ketchupet. Aztán húzom, milyen gondolsz, mehet a tűzoltókészülék is. Lent is van. Most rá a tetőt, és lusz, passz. Elképesztő egy termék. Bizony. Kinyitjuk a fiókot. Töltjük a süteminátor tálcát, becsukjuk a fiókot, aztán betesszük egy hagyományos sütőbe. Csak pár perc, és kész a felséges sütemény. Azt mondtad, hogy csak pár perc? Ez lehetetlen! Nem csak tévedsz, hülye vagy. Álljon meg a menet! És csúnya is, mint az anyád. Lecsúnyáztad az anyámat? Hova be! Nem vicc, kicsinállak. A macska, a farkad. Mi van vele? Látom, lecsaptam. Hát ez érdekes, mivel... Hogy az a jó? Kitartás, baby. Csáó gyerekek, üdv mindenkinek a Street Kitchen bázisról, folytatódik a világ legjobb szendvicsei sorozat, most egy felturbózott hátszínes szendvics következik. Figyeljetek, már előkészültem, tűzforró egy serpenyő, itt van egy csodás kis hátszín, és ezt ilyen minisztékszerűen fogom elkészíteni, úgyhogy az első lépés, hogy ezt ide szépen kirakom, és hajszálvékony szerteket vágok belőlük. Na, ezeket a cupákosabb részeket, ezeket nem tudjuk felhasználni a szendvicsbe, úgyhogy ezt odaadjuk Cirmikének. Gyere! A hús halszálvékony, a serpenyő az tűzforró, a fokhagyma pedig nincs még megpucolva, mert elfelejtettem. Tűzforró még mindig a serpenyő, jön bele egy kis olaj, és erre rögtön rádobjuk a fokhagymát, és ahogy elkezd sisteregni a fokhagyma, hopp, egy megszökött, már mehet is rá a hátszín, így ahogy van, szépen. Jön rá só, jön rá egy kis frissen tört bors, ezerre pörgünk, mert egy nagyon forró a serpenyő, átpörgetjük, érezni a húsnak és a fokhagymának az illetet, és hogyha bírjátok a csípőset, és van nálatok éppen egy kis csilifa, akkor szüreteljetek róla, adjatok hozzá egy kicsit, mert hogy a csípős ízemnek nagyon-nagyon jól fog állni. Egy kanálka mustár jön még rá, így. Gyalapos átforgatás következik. Tényleg egy percig, maximum másfél percig sütöttem a hús, de hát nagyon nagy hőmérsékleten. Jó szaftos maradt, meg hát a szaftról gondoskodott ez a kis mustár is. Kis csili, ez a fokhagyma. Na ezt félrerakjuk, és akkor innen megyünk tovább. A serpenyőt még használjuk tovább, tele van ízekkel, nyomunk bele még egy kis olajat, és erre rádobunk egy fejfinomra vágott lilahagymát, és 4-5 csemegóborkát, amit szintén kis kockára vágunk. Az egészet kicsit átkavarjuk, átpirítjuk, utána pedig jön rá egy jó adag barbecue szósz, és az egészet még egyszer összeforgatjuk, és gyakorlatilag ezzel a mártással meg is vagyunk. Félre rakjuk egy tálba, mert hogy megint fogjuk használni a serpenyőt, gazdaságosan nyomjuk. Most ebben a serpenyőben még a császárzsömét szépen le fogjuk pirítani, és ha ez is megvan, akkor már csak egy összeszerelés következik. Jól le kell pirítani ezeket a zsömléket, méghozzá úgy, hogy ugye nézzetek meg, szépen felszedte ezt a kis szószt, amit csináltunk. Kicsit oda pirul, kicsit oda is ég, akár az se probléma egyáltalán. Nagyon-nagyon jó illata van. És akkor most tényleg jön az összeszerelés. Első körben pakolunk egy jó nagy adag húst az egyik felére a zsömlének. Nem felejtjük el a szaftját sem. Így, gyerekek. És mustáros, fokhagymás, szaft. Ez kell ide. A húsra jön a felturbozott barbecue szószunk, és uborkával, meg hagymával. Így. Nem kell sajnálni ezt se. Semmit sem szabad sajnálni ebből a szenyóból. És adjunk a vitamin háztartásunknak is. Egyszerű kis friss zsenges penót rá a tetejére, rá a kalap, és gyakorlatilag ezen meg is vagyunk. A buci ropogós és még forró, de a legizgalmasabb része a hús, amit ugye tudjátok, egy percig sütöttük, úgyhogy szuper szaftos maradt, és ezzel a fokhagymával nagyon-nagyon finom. Aztán rajta van ez a kis barbecue szósz, ami picit olyan lett, mint egy csátné ezzel a hagymával és uborkával. Ropogós, friss a spenót a tetején, szuper jó! Most
következő percekben szakértőnkkel abban fogunk segíteni önöknek, hogy hogyan kezdjenek az álláskereséshez. Valaki munkát keres, hogy első körben tegye magát láthatóvá, azaz készítse el az önéletrajzát. Ennek megvannak a különböző pontjai, hogy ez hogyan érdemes, arra is ki fogok térni, viszont legelőször regisztrálja fel magát a különböző állásportálokra. Tehát ez azért fontos, hogy valaki, hogyha későbbiekben állást keres, akkor ugyanúgy benne marad az adott bázisban, azaz egy későbbi pozícióval, hogyha az a megfelelő jelölt, akkor fel tudják venni ugye a megfelelő szakemberek vele a kapcsolatot. És itt nagyon fontos az, hogy egy önéletrajz, az hogyan néz ki, az jól legyen kitöltve. Tehát Magyarországon egy önéletrajz az úgy néz ki ideális esetben, hogy van rajta egy fotó, és itt ez egy fontos pont, mert hogy mindig ez szimpátiát kelt. Érdemes a fotót úgy megcsinálni, nem kell műterembe menni hozzá, hanem egy teljesen hétköznapi esemény is lehet, ami egy pozitív benyomást kell, tehát érdemes mosolyogni rajta. Egy jó önéletrajz az mindig tartalmaz egy bemutatkozó szöveget, egy rövid névjegykártyát tulajdonképpen, hogy mi az, amit keresek, mi az, amiben van tapasztalatom, mi az én erősségem, esetleg milyen eredményeket értem el. Hogyha valaki aktívan állást keres, azaz megszületett benne az igény, hogy valóban váltson. Ott érdemes egy kicsit körbenézni a piacon, esetleg bérfelméréseket megnézni, ahol tud tájékozódni az éppen aktuális, elérhető, reális bérsávokról, amik éppen elérhetők a piacon. Ezt érdemes mindenképpen megnézni, mielőtt jelentkezünk valahova, valamint a motiváció a legfontosabb, hogy tulajdonképpen mit is keresünk. S ha önöknek kérdésük lenne szakértőnkhöz, írjanak az alábbi elérhetőségre. Heti játékkérdésünk a következő. Hány ezer ember előtt lépett Németországban színpadra Öllős Karesz? A. 2000, B. 7000, C. 4000. A játékot a facebook.com/topformatv oldalon indíthatjátok el. Helyes megfejtőink között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a SciTech Nutrition jóvoltából.